szokásostól eltérő módon történt meg az idei évben a diétod, illetve a szemmelweis napok. Mennyivel másabb ez? Hát ugye az idei év az tényleg egy különleges év, ami nagy mértékben megváltoztatta az emberek életét, és megváltoztatta a nagykanizsai kórház életét is, és nem csak a munkáról, a küzdelemről kell, hogy beszéljünk, hanem arról is, hogy hogyan köszönjük meg a dolgozóknak a szemmelweis nap alkalmából az egész éves munkájukat, és hát ez az alkalom is valóban egy másik időpontra, másik helyszínre kellett, hogy tolódjon a koronavírus okozta világjárvány következtében. Nem tartottuk meg azt a szokásos nagy rendezvényünket, ahol 800 ezer ember szokott részt venni minden évben a csónakázó tó mellett, amit szoktunk. Ezért egy olyan rendezvényt kellett szerveznünk, mert valamit kellett, hiszen megérdemlik az egészségügyi dolgozók, hogy az elmúlt éve heroikus küzdelmeiért, munkáiért köszönetet mondjunk. Egy olyan rendezvény kellett, ami 500 fő alatti, és hát a mai nap kézenfekvő volt a nagykanizsai kórházban megtartani ezt a rendezvényt, ahol körülbelül 120 ember vett részt, osztályvezető főorvosok, főnővérek, kitüntetettek vettek részt ennek az alkalmon. Államtitkár úr, polgármester úr értékelte a nagykanizsai kórház működését, és az ő szavukból is kitűnik, nyilván ők külsők, és talán külsősök, és nem úgy látják, ahogy mi belülről ezt a kórházat, hogy valóban komoly munkát végzett a nagykanizsai kórház kollektívája. Én pedig belülről azt látom, hogy ez a munka ez valahol belülről fakadt, mert egy olyan világjárványban vettünk részt, ami új dolog volt, nem minden évben fordul elő, erre nem lehet fölkészülni, de mégis a félelemi időszakon túllépve komolyan dolgozott mindenki a nagykanizsai kórházban azért, hogy a nagykanizsai emberek megbetegedés esetén a legjobb egészségügyi ellátást kapják. Sikerült megtenni azt a munkát, amit elkezdtek és végeztek, és büszkék lehetnek arra, ahogy dolgoztak az elmúlt évben. Ugye márciustól követően egy elég nehéz időszak várt a dolgozókra, még esetleg van-e valami, amivel kiegészíteni, amitől megnehezítette a dolgukat, illetve hogy hogyan sikerült átvészelni ezt az időszakot a kórház dolgozóinak? Ugye az egészségügyi dolgozók is emberek. Az egészségügyi dolgozók is elkaphatják a koronavírust, és abban az időszakban, amikor az ország zöme izolációban volt, otthon kellett lenni, nem voltak iskolák, nem volt bevásárlás, nem volt sport, semmi nem volt, akkor itt az egészségügyi dolgozóknak csatarendbe kellett állniuk, és dolgozniuk kellett. És lehet, hogy mi egészségügyi dolgozók vagyunk, de azért azt is meg kell érteni, hogy mi is emberből vagyunk, és vannak olyan munkatársaink, akik ezt az időszakot, ezt a helyzetet nehezebben tudták értékelni. Mások viszont könnyebben élték át ezt az időszakot. Nagyon komoly volt a morális válság, a félelem, a pánik hangulat. Nem csak a városban, de a kórházon belül is. Egy kritikus állapotú koronavírus fertőzött beteg ellátása tímeket igényel, komoly védőfelszereléseket, gyógyszereket és gépeket. Ezekkel a gépekkel úgy kell dolgozni, és ezekkel a tímekkel úgy kell dolgozni, hogy az egészségügyi személyzet ne fertőződjön meg. Az alapvető munkánk abból állt, hogy ezeket a folyamatokat tanultuk meg, gyakoroltuk, és tettük biztossá őket, hogyha éles helyzetbe kerül a csapat, akkor ne csak a beteg járjon jól az ellátás kapcsán, hanem a személyzet sem járjon rosszul. És ezt sikerült megoldanunk. Az elején, ahogy mondtam, beszédemben is voltak problémák, nem volt elég védőfelszerelésünk, nem voltak gyógyszereink, és mivel ez egy teljesen új dolog volt, hiszen még mindig tanuljuk azt, hogy a koronavírus milyen elváltozást okoz az emberi szervezetben, nem tudtuk pontosan azt sem, hogy milyen szakmai protokoll alapján dolgozzunk. És ezek szépen jöttek az idő folyamán, rengeteg védőfelszerelés van ma a nagykanizsai kórházban, vannak gyógyszereink, nagyon jó gépeink vannak, és a személyzet is készen áll arra, hogy egy esetleges újabb járvány kapcsán biztosan tudjuk ellátni a nagykanizsai betegeket. A ja, mai nap folyamán kitüntetésben részesültek egyes dolgozók. Mi alapján díjazták őket? Minden évben úgy díjazunk, tehát alapvetően van egy kiváló kórházi dolgozó, van egy főigazgatói dicséret, és van egy úgynevezett szemmelweis emlékérmünk. A
A kiváló kórházi dolgozókat minden évben az osztályvezető főorvosok, főnővérek adják le az alapján, hogy ők hogy látták az adott dolgozó elmúlt évi munkáját. Nagy számban érkeznek, hiszen nagyon jó munkatársaink vannak, nagy számban érkeznek jelöltek minden évben, de tekintettel arra, hogy a nagy Szemmelweis napi rendezvényünk sok pénzbe kerül, ezért az alapítványi támogatások egy része mindig a rendezvény körítéseire megy el, és kevesebb embert tudtunk támogatni. Idén viszont úgy döntöttünk, hogy mindenkit, akit leadnak, támogatni fogunk, ezért több mint 50 munkatársunkat részesítettünk kiváló kórházó dolgozói kitüntetésben. És bár minden dolgozó fantasztikusan vette az akadályt a koronavírus járvány idején, mégis voltak olyan munkatársaink, akikre nagyon komolyan tudtunk támaszkodni. Négy osztályvezető főorvos és a kórház titkárság vezetője lett főigazgatói dicséretben részesítve. A Szemmelweis emlékérem pedig egy olyan emlékérem, amit minden évben egy ember kaphat meg az érem eszmei sége alapján. Az az ember, aki az egész életét a nagykanizsai kórházért és a nagykanizsai betegekért élte és éli napjainkban is, és ez az ember, ez pedig Varnava Karalambos főorvos úr, aki 1970 óta dolgozik a nagykanizsai kórházban, és még most is 77 évesen nyugdíj mellett visszajár szakrenddel, mind a belgyógyászaton, mind pedig a gyerekgyógyászati osztályon. Büszkék vagyunk arra, hogy ezeket a kitüntetéseket ilyen nagy számban adhattuk át, mert ezek a munkatársaink, bár mindenki fantasztikusan dolgozott az elmúlt pár hónapban, de példaképei lehetnek a jövő egészségügyi dolgozói generációinak.